Üdvözlök mindenkit a következő Benovelász adásban. A 239. részben vagyunk, és nem olyan régen ért véget a kézműves alkalmam, vagyis a felújításos alkalmam. Hát közel 4 órás volt az adás, hát ezt a Benovelász 2-es csatornán lehet megnézni. És nézd, hogy már át is vitte a kamera, mert... Akkor is kezdem konvertálni. Már ezt át kell konvertálnom, és pár óra lesz, még elkészülök vele. Aztán persze a kamerát majd fel kell töltenem. Pillanat türelmeteket kérem, aztán belekezdünk, csak most itt nem látok. Egyszerűen semmit nem látok. Így. Na most az igazság, hogy egy szék van ide kitámasztva az asztalomon, és egyszerűen nem látok rendesen. Jó, és indul a konvertálás. Köbben le is törlöm a kamerán lévő dolgokat, mert most így... Rengeteg minden volt a héten, és persze forgattam külső helyeken is. Törlés. Na, itt szoktam törölni. Nekem hiányzik a régi kamerámnak az a funkciója, hogy ott gyorsabban volt a törlés. Igaz, hogy sötétebbek voltak a felvételeim, de nagyon jó minőséget kaptam vissza. És ott még ilyen különböző effekteket is lehetett használni. Sajnos ennél a kameránál ilyen nincs. Na, hát képzeljétek el, voltam az USA Candy-ben, és kértek, az olyan üzlet, ahol amerikai és angol csokoládékat lehet kapni. És vettem ilyen crunch, ilyen 6 darabos crunch csomagot, ilyen csokoládé, le volt árazva, így néz ki egyébként a, nem tudom, jól lehet-e látni. Ezt nagyon régen lehetett Magyarországon is kapni, és a Nestlé forgalmazta, csak rövid ideig, aztán beszüntették. Most megmutatom nektek, hogy ez ilyen. Most egy kicsit ilyen puffasztott rizs van benne. Tudom, mihez szóltam, mert rengeteg időt elvett ez az átalakítás. Meg a héten befejeztem az odaátos sorozatomat. Általában. Most a héten visszafogottabban kezdtem enni, és a hétvégenként, mondjuk szombatonként egy picit lehet bűnözni, tehát ez így mondtam magamban, hogy miért ne lehet. Mert nagyon sok folyadékot iszom, és korábban szoktam lefeküdni. Elképesztően jót tesz nekem a sok alvás. Igaz, hogy kicsit napközben fáradt vagyok, mert tavaszi fáradtság az mindig rám szokott jönni. És ilyenkor az ember szívesen alszik tovább egy kicsivel, de én korán felkeltem és korán szoktam lefeküdni, 22-23 óra magasságában. Persze ez természetes egyébként, mert ugye Viktor is mondta a párom, hogy Bencus, neked korábban kéne lefeküdni, az, hogy mondjuk este 8 órakor a gépet elzárod, és 22-kor pedig alvás. Na most ezt nem tudom teljesíteni, maximum 23 óra az, amikor a legkésőbbi időpont, amikor le tudok feküdni. A számítógépet már nem tudom kikapcsolni, mert éppen nézek valami jó kis videót, akkor azt meg akarom nézni, és ott ragadok. Tehát itt egy csomó minden van. Ja, igen, még ezt meg akartam mondani, hogy... Hivatalosan elkészült az odaátos sorozatom, az első széria,
amely három mini zsebfüzetből áll. Én nem nagyon akarok annyira megmutatni belőle minden, oda cikkem alatt, és a videó alatt találtok egy cikket, és ott a megosztható oldalakat megnézhetitek. Hát elkészültem vele, így néz ki, hát ilyen a dolog, tehát nézzem, itt van-e valami. Aha, ezt végül is meg lehet mutatni. Ilyen tele van írva, az összes oldal ki van egyébként töltve, szó szerint. Nagyon jól csináltam, fantasztikusan jól meg lett csinálva az egész. Ez a harmadik füzet, és így a második. A második egy ilyen, hogy is mondjam nektek, ez kockás. Tehát igazából ezek a, hogy emlékeztek arra, amikor még januárban megvettem a Libristone által az odaát sorozatnak a három darabos zsebfüzet csomagját, akkor én előtte elhatároztam, hogy elkezdek írni a saját odaát történetet, ami nem tudom hány részes lesz. És mivel ezek a kis zsebfüzetek, most már most ugye be van már telve, az volt az a cím, hogy odaállt lelkem a levegőben. 2 és 3. Így néz ki. Ezt azzal a céllal jelentette meg az Inside Editions kiadó, hogy a rajongók saját sztorikat írjanak, illetve leírhassák benne az emlékeiket, vagy egyéb jegyzeteket az életük során. Én elhatároztam, hogy ha már ilyen füzetet lehet kapni, és be tudom szerezni, akkor a Libristo segítségével megrendelem ezeket a mini zsebfüzeteket, és automatikusan nekilátok egy olyan sorozatnak, ami kicsit eltér az odaát megszokott elemeitől. Ugye én szeretem ezt a sorozatot, de nagyon hiányoltam benne az én kedvenc műfajomat, a telenovella műfaját. Ezért én elhatároztam, hogy a fantasy story mellett telenovellás elemeket is hozzá fogok tenni, hogy saját ízlésemnek megfelelően alakítsak ki egy sorozatot. Persze én vagyok benne a főszereplőben Lacosta, aki egy El Capataz nevű városba kerül, és ott egy gonosz sámánnal kell szembeszállnia, és segítségemre van Sam és Dean, illetve a Villanegra család, Juan Villanegra, meg a többiek. Ugye a Villanegra család, az őket én találtam ki, ők eredetileg nem szerepelnek az odaát sorozatban, és nagyon nekem nagyon fontos volt az, hogy, mint mondtam, hogy telenovellás elemeket is tartalmazzon ez a sorozat. És végül 34 részt készítettem el, 34 részt írtam. Ezekben a kicsi zsebfüzetekben nem csak írtam, hanem különböző matricákat is beleragasztottam. Amikor később rá kellett jöjjek, hogy egy picit túlzásba estem a képek ragasztásával, de amikor már lesz a folytatás, ugye emlékeztek, hogy megvettem ezt a, ez még egyébként üresek, amikor megvettem ezt a két további üres füzetet, ugye elhatároztam azt, hogy ezekbe természetesen majd a történet folytatódik, ennek története folytatódik, csak különböző dolgok lesznek benne, még több új szereplőt rakok bele, tehát én ragaszkodom hozzá. Aztán arra gondoltam, hogy veszek egy ilyen füzettartót, és 1550 forintért vettem ilyet. Egész jó volt, mert most ugye akartam venni már régen egy normális füzettartót, csak egy a probléma, hogy vagy ilyen kislányoknak szóló lovacskásat lehetett kapni, vagy abszolút, de olyat, amit én nem szerettem. Ebbe be tudom tenni, tehát ebbe be tudom rakni az Inside Editions, Gerish Inside Editions kiadvány, be tudom tenni a füzetet,
be tudom tenni a füzetet, illetve a három zseb füzetet is, mert természetesen ezt nem akarom csak úgy, hogy akárki megnézze, mert az az igazság, hogy ez nagyon-nagyon titkos. Ez a vágatlan anyagot tartalmazza, be is tettem őket ide, ez a vágatlan anyagot tartalmazza. Na most így képzeljétek el, az történt, hoppá, a lényeg az, hogy egy vágatlan anyagot hoztam létre kéziratban. Mikor elkezdtem írni ezt a sorozatot, akkor én nem terveztem meg, hogy miről fog szólni, egyszerűen csak jöttek az ötletek, ahogy az lenni szokott, és ennek tudatában sajnos el is rontottam a történet egy részét, de nem probléma, mert ki tudtam javítani, amit ki tudtam javítani. Én azt gondolom, hogyha most meg is terveztem volna, hogy pontosan miket tervezek, miket nem, ugyanúgy belerontok a történetbe, meg nem terveztem az elején azt, hogy be fogom gépelni. De aztán elhatároztam magamban, mi fog történni, ha a kis zsebfüzetek elvesznek. Na, mondtam magamban, legyen úgy, begépelem, amúgy is le kell ellenőriznem, hogy mi van. Tehát, és akkor a két-három részenként én rászántam plusz egy másfél órát arra, hogy legépeljem a részeket, és egy külön dokumentumban tárolom őket. Mára ki van nyomtatva. Na most ez a vágott verzió, ez pedig a vágatlan verzió. Az a különbség, ugye fekete-fehér a hátborítója, ennek meg ilyen zöldes. Na most ez a zöldes változat, ez mindenképpen el lesz zárva, mert ez a kéziratnak a javított és egy picit kibővített változata, mert az igazság, hogy a kéziratban lévő mondatokat sokszor megismételtem, kétszer-háromszor, vannak benne olyan helyesírási hibák, amit csak a gépelt verzió jelez, illetve voltak ilyen kifejezésbeni problémáim is. Semmiképpen sem akartam azt, hogy ez a sorozat hibás legyen. Ez most ki van nyomtatva úgy, hogy teljesen jól megcsináltam. Én azt gondolom, hogy szuper munkát végeztem. Pillanat. Ablaknál van valami. Egy pillanat türelmet kérek. Pillanat. Tehát igazából a lényeg az, hogy... Úristen, mi van itt? Na, még itt nem csináltam rendet. Szuper vagyok. Lassan itt van a tavasz, és egyszerűen nem tudom, hogyan kezdjek neki. Pillanat. Ugye, hogy vágott verzió. Kicsit fáradt vagyok, ne haragudjatok. Az az igazság, hogy kicsit nehéz a... Sokat írtam a héten. Az a vágott verzió. Tehát... Tehát ez a vágott verzió, ide le is írtam, ez pedig a vágatlan verzió. A vágatlan nem fogom odaírni, ami itt van, az a vágatlan, ez meg a vágott verzió. És hát igazából nem akartam nagyon túlzásba esni a borító, hátborítóval, ilyen sejtelmes borítót akartam készíteni, és egész jól sikerült. Snapchatet használtam, és természetesen az odátnak az eredeti
betűtípusát használtam fel, ami érdekesség, hogy egy kicsit más a persze, egy speciál elit betűtípust használtam fel a szinopszishoz, mert a könyv-könyv sztoriához. Ugye nem csak az odaállt szereplői játszanak a sorozában Sam és Dean, hanem mondjuk később Castillát is konferáltam szó szerint. Bár én még nem tartok ott a sorozatban, amikor felbukkan, de őt már behoztam ide. Illetve nagyon-nagyon szerettem volna Silvia Navarrót is berakni, a kedvenc telenovellás színésznőm is szerepel benne, önmagát alakítja. Bár nagyon azon gondolkoztam, hogy a későbbiekben akár benne lehetne Anna Karina Manco például, aztán lenne benne Alejandro Sanz is. Egy kicsit úgymond beinvitálni ezeket a kedvenceimet a folytatásba. Nagyon-nagyon sok ötletem van, és szeretném ezeket majd betenni. A sorozat természetesen egy kicsit van benne izgalom, romantika, és van benne egy kis benes effekt is. De természetesen a vágatlan verzióban abban nagyon-nagyon intim dolgok is vannak, azokat nem szívesen akartam beletenni. Úgyhogy már mint a weboldalamon nem akartam megosztani, mert vannak olyan részek, amiket nem akarok megosztani a publikum előtt. A vágatlan verzió az zsebfüzet tartalmaz a vágatlan verziót, illetve van egy kinyomtatott példány belőle, amíg a párom is kap egyet majd egyébként, de majd, hogyha találkozunk, akkor majd odaadom neki, tehát maximum ő kap egyet ajándékba. De egyébként a weboldalamon már le lehet olvasni a vágott verziót, szintén majd a videó alatt megtalálhatjátok. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy a fantázia világomat ki tudjam önteni ebbe a történetbe. Mikor a zsebfüzeten dolgoztam, ugye kicsit nehéz volt a vonalas, a kockás, illetve a sima füzetben írni, de a sima füzetet kihasználva én elkezdtem bele rajzolni is. Tehát vannak olyan részek, amikor rajzolok bele, tehát van benne egy térkép, és természetesen felhasználtam benne valós dolgokat is. Például ugye Ricardo Montanernek van egy albuma, a Viajero Frequente című lemeze, amiben egy ilyen csillag van benne, jópofa csillag. És gondoltam, hogy azt felhasználom a könyvemhez, magát az alakzatot, és beleteszem a történet szerint ez a Montaner csillag, amely megvédi a El Capataz-tarosztól. És van egy napcsillag, ami egy különleges ékszer, és azt kell belehelyezni a Montaner csillagba, hogy végérvényesen védelmet kaphasson a adott kisváros. És rám hárul a feladat, hogy Buscame sátánt elintézzem. Buscame sátán egy nagyon gonosz sátán, akinek tervei vannak velem. Úgy, mint a sárga szemű démonnak a szemmel. Természetesen nem akarom elárulni a film, vagyis a történetet, olvassátok el. Úgy dolgoztam ki a sztorit, mint hogy ilyen naplóbejegyzés lenne. Múlt és jelen időben fogalmaztam, mert mindenképpen ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt így meg tudjam csinálni. Három részt megírtam egyik nap, volt, amikor négyet is, de amikor az utolsó napon megírtam az összeset, rohadtul elfáradtam utána. Hát nem is csoda, ráadásul be is akartam gépelni, hogy utána elvihessek egy-két oldalt szkennelni, tehát elvittem a zsebfüzeteket magammal, hogy néhány oldalt beszkenneljek nektek, hogy megmutassam, hogy néz ki a kéziratnak egy megosztható részlete, és természetesen nagyon-nagyon sok minden volt benne. Én annyi megmondom nektek őszintén, én azért örülök, hogy ezt meg tudtam csinálni. Bár megvallom nektek őszintén, amikor megvettem ezt a zsebfüzetet,
én nem gondoltam volna arra, hogy ezt a három darab füzetet meg fogom tudni csinálni. Meg igazából örültem is nagyon annak, hogy egy jó történetet építettem fel, mert igazából néha csapongtam, néha pedig ismételtem magamat. De az a jó, hogy be lett ez gépelve, mert még utólag is kellett szerkeszteni. Elég sok hibám volt, amikor utólag átolvastam az egészet, és komolyan mondom, elég sok hiba volt benne, olyan 27-28 hiba volt benne a 20 oldalon. De most komolyan, nagyon sok. És se 20 oldalból áll, és 34 részes, tehát igen, most meg fogom nektek mutatni, hogy pontosan, hogy milyen terjedelmű. Természetesen én spanyol címet adtam neki, Sobrenatural. De így most ugye a vágatlan verzió, és a vágott verzió, amit majd én viszek majd magammal, hogyha mondjuk lesznek ilyen kiállítások, fontosnak tartom, hogy ezt mondjuk valaki megnézze, beleolvashat, megnézheti, és természetesen a weboldalamon is elolvasható ez a dolog. Így van felvezetve, tehát így van felvezetve, ebből áll egy rész. Ilyen a többi is ilyen, ez a második füzet. Tehát ez úgy van megcsinálva, hogy ugye három darab zsebfüzetből áll az egész, és itt van az első füzet, innen kezdődik az első füzet, és 12 részből áll az első, amint ennek vége, megélem, hogy mikortól meddig tartott az első, és akkor kezdek bele a második füzetbe. Itt van a harmadik füzet. Ezt egy hónap, majdnem egy hónapig dolgoztam vele, és ilyen. Tehát igazából március 16-án, itt március 16-án ért véget, ami azt jelenti, hogy bő két hónap itt ezt megcsináltam. Hát, tehát január 13-ától március 16-ig, de egy hónap is három napig tartott az első széria megírása. Én nagyon várom, hogy elkezdjem a következőt, tehát az már hosszabb lesz, mert ugye ugye ez a többi füzet, ez arról fog szólni, hogy igazából hát ugye együtt vagyok egy sorozatbeli szerelmemmel, és ő is csatlakozik hozzánk, hogy Szemnek és Dinnek segítsünk a legújabb eseteket felgöngyölíteni, és persze nagyon-nagyon a fantázia világomnak adom át magam, és őszintén szólva fantasztikus így szuperhős lenni. És már az is kitalálta, hogy beleteszek még mást is, de ez legyen meglepetés. De annyit elárulok, hogy a többi Inside Editions beírókönyv az nagyobb, mint ezek a zsebfüzetek, ugyanúgy 60 darabos lapból áll, és minden bizonnyal lesz, több lesz, mint szerintem 60 vagy 70 részből fog állni a második széria, a nyomtatáska pedig a 50 oldal is lehet, tehát igyekszem az is úgy csinálni, hogy ne legyenek hibák benne, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, hát jó olvasást kívánok egyébként, kíváncsi leszek majd a véleményekre. Természetesen ugye héten elmentem, vettem magamnak néhány CD-t, pontosabban kettő darab CD-t, ahol emlékeztek, amikor beszéltem nektek az Ambo Jimmy CD-ről, a dalban mondom erről, hogy amikor a határúttól 9 megállónyira van egy asszony, aki CD-ket árul a Vaterán, és megszereztem tőle a From the Inside című Laura Pausini CD-t. Nagyon-nagyon jó, szuper. És ezt nem azért mondom, mert elfogult vagyok az énekesnővel szemben, hanem meghallgattam. Bár egyébként azt nagyon furcsalom, hogy miért húzta le ennyire a kritika annak idején, pedig ebben semmi olyan nincs benne, ami rossz lenne. Így néz ki a CD. És egy pillanat, csak kiveszem a CD füzetet, és megvan nekem az összes Laura Pausini CD. Összes stúdióalbum megvan, de van egy válogatása, Ritornó, de azt meg kéne vennem, azt a fekete színűt,
néz ki a From the Inside-nak a CD füzete. És ez az első angol nyelvű CD-je, bár eléggé lehúzta a kritikai sárgyat, ez állítólag 300 ezer eladott példányt kapott ez a... Állítólag 300 ezer eladott példányt kelt el Pausininek az albumából, de én megmondom nektek őszintén, ez egész jó album. Tehát nem mondom, hogy rossz. Én féltem tőle korábban, és ezért nem vettem meg a MediaMarktban egyszer, mikor még a Mammut 2-ben megláttam még 3000 valamennyiért, de aztán 2400-ért meg lett használtam. És ez egy nagyon jó kis album, tehát ezen van rajta Surrender, meg ez a It's Not Good Goodbye, ami Ausencia de ti, meg Ascensa di te, olaszul meg spanyolul is feldolgozta 2013-ban az énekesnő, és egész jó verzióban. A Surrender című számnak is a 2013-as változata tetszik nekem sokkal jobban. Tehát ez nekem nagyon-nagyon tetszik. De ez is jó egyébként. Csak nekem jobban tetszik a New Verse verzió, az akkori új verzió. És képzeljétek el, megszereztem Laura Pausini második albumát is, a Laurát. Így néz ki. És nagy szerencsém volt, mert ez az eredeti kiadás. Tehát, és egész szép, látjátok, milyen jól néz ki a maga a CD. És ez egy olyan kiadvány egyébként, ami, pillanat, ami ilyen. Van benne egy poszter. Tehát a CD füzethez tartozik a poszter. Így néz ki. Igen, így néz ki. Fantasztikusan jó kis album, nagyon szerettem, most nagyon sokat hallgattam, például ma is hallgattam, amikor csináltam ezt a polcot, mert elképesztő volt, és érdekes most, így meghallgattam ezt az albumot, és ebből 4 szám nekem újdonság volt. Na most ugye emlékszem, amikor a Laura Pausint, ugye Georgina barátnőmnek hála ismertem meg közelebbről, és én először letöltöttem spanyolul az összes albumát. Ugye a Laura Pausini spanyol első albuma, azt hiszem Laura volt a címe, igen, egy parton ül és így néz, és az igazából csak 10 számot tartalmazott, és nem 18-at, mint ez a kettő, mert Laura Pausini első és második lemeze, ha úgy vesszük, ez egy egész albumnak is megfelelhetne. Akárhogy is összük, nekem megvan a teljes első album. Ugye ez egy bemutatkozó lemeze volt 1993-ban, mikor a Sarre Laura Pausini a La Soledad, vagy La Solitudine című talát énekelte, és nagyon nagy sikert ért el, ezzel futott be végül is, és ezt ugye magyarul fel is dolgoztam. És ez egy bemutatkozó album volt, és aztán jelent meg ez az album. Na most azt tudnotok kell, hogy ugye megjelent 2019-ben a 25. évfordulós kiadása Laura Pausininek, ahol is 3 CD plusz 1 DVD, illetve egy átlátszó bakelit lemezen megjelent a spanyol nyelvű változata, de messze nem tartalmazta azokat a számokat, amik itt rajta vannak. Hát persze ebből vannak dalok bőven, csak nem az összes számot tartalmazza. Nekem megvan az egész ezen a két lemezen. És jó, hogy nem vettem meg azt a 25-26 ezer forint értékű box setet, mert őszintén szólva nem érte volna meg az árát, kettő pedig most minek? Tehát annyira meg nem vágytam rá bakalit lemezen, hogy azt megvegyem, akármilyen Laura Pausini rajongó is vagyok, azért nem kötöttem volna pénzt, és ráadásul nem az összes dal tartalmazta az album. És igen, ez egy szuper dolog, mert itt mind a kettő rajta van. Ez is, meg ez igazából akár egy lemez is lehetne. Azt hiszem, hogy rá is férne egy CD-re, 80 percben ráférne egy CD-re, hogyha én letölteném. De hát ugye én megvettem, mert én nagyon-nagyon szeretem a Pausininek a zenéjét, és
mindenképpen ragaszkodtam hozzá, hogy megvegyem. És nekem jó, hogy ez így megvan nekem, mert így megismertem olyan számokat is, amiket nem ismertem korábban. Na most a From the Inside-ot sem ismertem korábban, az ezzel kapcsolatban is újdonságérzés fogott el. És amúgy a többi albumát azt nagyon is sokat hallgattam, megismertem, de ezek most nekem, ez a három lemez, most pontosan ez a két lemez nekem totál újdonságot adott, és úgy örültem neki, főleg, hogy most nem olyan régen megjelent az új száma Buen Inicio címmel, ami igazából egy ilyen remélhetőleg egy közelgő új lemeznek a egyik kísérő dala lesz. Én nagyon örülnék, ha lenne egy új albuma, én boldog lennék, ha végre 2018 után megjelenne egy Laura Pausini CD, és az tök jó lenne. Fantasztikus, egyébként szeretem nagyon. Ugye voltam művészetterápián is, csináltam néhány dolgot, de most a héten csak hétfőn volt művészetterápia, és hát sok minden történt. Csináltam egyébként egy-két dolgot, ha van kedvetek, most megnézhetitek, mert most képzeljétek el, mi történt. A 2M villamosból 23-as villamos lett, és csináltam egy-egy felvételt, bár én nem szoktam nagyon villamosokat kamerázni, de ezt gondoltam, hogy a rajongók kedvét kivételt teszek, ami külön megtekinthető a videó, a két videó, ami erről készült, de ha van kedvetek, akkor nézzétek meg.
A kettő ilyen villamos tegnap járt utoljára, és a mai nappal, tehát március 18-ától kezdve 23-as villamos lett. Érdekesség, hogy volt már régebben 23-as villamos, de érdekes módon azt nem közölte a Wikipédia. A 23-as villamos az még 2000-ben, hiszem 2000 decemberében, december 15-én járt utoljára a Keleti pályaudvar és a Mester utca között, úgyhogy becsatlakozott az egyes villamos vonalára. Én emlékszem rá, mert nagyon sokat utaztam vele, mikor gyerek voltam, és most jó érzés volt az, hogy a 23-as villamos ugyan visszajött, de most persze egészen más útvonalon közlekedik, és az egészen más 23-as villamos. De tetszett nekem nagyon, és úgy gondoltam, felveszem az első napját a 23-as villamosnak, illetve a 2M villamosnak az utolsó napját. Természetesen az utókor számára eltettem, hát ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt most megcsináljam. Aztán... basszus, mivel kezdem a nap? Leveszem a... Nagyon-nagyon sok minden volt itt, most ezt annyit forgattam ma, tehát itt most így elképesztő sok minden volt. Meg van kedvetek, akkor meg fogom nektek mutatni, hogy elkészült a szoba, a tábla, meg minden, de még nincs teljesen készen. Nem mondtam, hogy még két képet csinálhatnék. Hát, nem volt könnyű dolog ez a... Nem volt könnyű ezt az egészet megcsinálni, és minden anyagom meg volt hozzá, mindenem. Mert a munkom, amikor a polcot csináltam, akkor ugye maradtak ilyen papír alapú falapok, és azokat újra hasznosítottam, és nagyon jól sikerült, tehát egész jól. És egész jól sikerült. A rumli van, de nézzétek el nekem, még kis rumli van a szobában, de össze fogom addig pakolni, és akkor nem lesz semmi gond. Na, lekapcsoljuk a lámpákat, és ha van kertetek, akkor... Na, hát itt vannak. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt a régebbi kék színű világítást visszaépítsem. Kicsit kopiztam a 3-as metró felújításából. Na, megyünk le. Sokkal egyszerűbb. Nem tudom, mennyire látjátok. Na, mindegy, inkább így. Így néz ki. Ilyen újrahasznosított ilyen fadarabokat használtam fel. Úgy néz ki, mint a Corvin negyednél, meg a Nyugatinál ez a lamettaszerű elrendezés. Egész jól néz ki, és itt egy ilyen horrorszerű kiállítást akartam, amiben az összes, amiben minden horror figurámhoz ott vannak a fejek, meg a kiegészítők. Persze a késeket, meg ezeket ilyen külön kis dobozkában tárolom, azok nagyon kicsik. És itt a kurva tévé.
ami sajnos már tönkrement. Ezek a horror figurák. És ide visszakerültek ezek a Game Barból vásárolt kockák. Ezek még csak átmeneti ideig lesznek itt. A matricát meg tudtam menteni, így visszakerült az eredeti helyére. Ide lehetséges, hogy a mozaik kockák fognak kerülni. Még nem tudom, még 100%-osan nem vagyok készen, mert még a táblára ki kell majd írjak egy nevet, tehát a állomás idézőjelbetéve állomásnak a nevét, és ilyen a sifonnak a Lánchídhoz hasonló fényvilágítások. Én mindenképpen ragaszkodtam ehhez, hogy ez így meglegyen. Nem volt jó minőségű már ez a fal burkolat, és már 2013-ban csináltam meg a születésnapomon. De most elhatároztam, hogy felújítom, és szépen helyre hozom az egészet. Tehát. Meg ráadásul egy elég rossz minőségű ilyen, hogy is mondjam nektek, ilyen, hogyan mondjam nektek, tapétára volt az egész megcsinálva, és folyamatosan ledölt Freddy. Jön Freddy bácsi! Na, aludjál tovább. Na tehát a lényeg az, hogy ez van. És itt most sokkal jobban meg van csinálva, tehát itt most sokkal inkább ilyen strapabíróbb az egész. Tehát itt egészen jó. Itt viszont voltak olyan fából készült részek, amiket itt külön bevontam, hogy egy kis ezüstös hangulatot varázsoljak neki. Itt a kis aranyos kis angyalk, amit Laci barátomtól kaptam, ő mindenképpen ide jött a lépcső tetejére, és ide pedig visszatértek a korábbi lakók. Természetesen a metró egy kicsit beszorult ide, de nem baj, mert úgyis kiállítási darab, tehát innentől kezdve tök mindegy, hogy most ide fér-e vagy sem, majd meglátjuk, mi lesz. A kis Freddy is itt van a kis angyalkával, ezt az angyalkát is egyébként Laci barátomtól kaptam, természetes, hogy itt van. És most lerakom egy kicsit ide a... egy pillanat. Csika. Na, itt vagyok. Vettem magamnak valamit, és szeretném ezt hivatalosan is átadni az új otthonába. Ha már fel van újítva az egész, akkor miért ne lehetne? Igen. Vettem, és nem tudtam nem ott hagyni. Nem tudtam ott hagyni, és ott kiemelt helyen volt a kosárkában, mint ugye rám várt volna. Egy ilyen kis mackót vásároltam. És ide szeretném tenni. Na. Én csak. Ide biztos, hogy nem. Hova tegyem? Ó, ide rakom. Mit szóltok hozzá? Maci nem fogja összecsinálni magát, az biztos. Egyelőre itt lesz a helye, és itt fog vigyázni mindannyiunkra. Tehát ez a kis Maci, arra gondoltam, hogy legyen itt. Én mindenképpen ragaszkodtam hozzá. Hát mert ott szerintem itt teljesen jól megvan a többiekkel. Jól össze fognak haverkodni. Na, mit szóltok hozzá? Tök jó, mi? Na, ez tök jó. Megyünk akkor vissza a stúdióba. Na. Én különleget kapcsolom a lámpákat, mert most már 4 LED lámpát kell lekapcsolnom, mert most már a 2 helyett már 3 van, és azért legalább egy olyan 10 elem az, ami adja a világítást. Ugye ezt én nem fogom semmiképpen se kidobni. Ez egy ilyen Magnum jégkrémnek a dobozkája volt. Ebben tárolom egyébként a kamerámat, amikor fenn van. Most nem tudom, hogy fogom tárolni, majd meglátom, keresek új helyet. Na most én azon gondolkoztam, hogy a Bossy Ballban vásárolt ilyen béka
béka úrfit és kisfiát, oda költöztettem a tükör alá, mert ott jobb helyük van. Jasonnek ura leesett a maszkja. Terett maszkja. Ma visszarakom a helyére. Hát elég ingattagok ezek a nek a figurák, de egész jól megállnak a lábukon, csak a megfelelő módon kell őket elrendezni. Fantasztikus egyébként, hogy megvan még ez a kamerám. Látjátok? Ez volt nekem a régi kamerám, az első videókamerám, és ezzel kezdtem el annak idején az esti likőrt, az estibent, illetve hát az esti likőrt és az estibent, és akkor az estibennek a közepénél tartottam, akkor jött ez a kamera. Nagyon sok mindent megőriztem, és akárhogy is veszük ugye ezeket a videós beszámolókat, már ugye az ember egész jól megszokja, hogy ugye 2015-ben indítottam el a jelenlegi blogomat, és egy pillanat. Hol tart? Elég lassan konvertálja. Tehát eléggé az van, hogy amikor 2015-ben elkezdtem az új blogomat csinálni, amit most jelenleg is vezetek, akkor csináltam, akkor kezdtem el csinálni ezt a videózást és ezt a videós sorozatot, a Benovelász magazint, és szépen apránként így más lett minden. Olyan érdekes volt az egész. Nekem nagyon tetszett. Néha jó egyébként szép dolgokra emlékezni. És belegondolok abba, hogy ez a benovelászos kis világom, ez nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent nekem, mert nekem ez, akárhogy is veszük, az én kis nyugalmat adja. Csinálhatom a kedvenc témáimat, foglalkozhatok a kedvenc témáimmal, írhatok róluk, amit akarok. És legalább nem kell az átlagosságot belepakolnom ebbe az egészbe, tudjátok? És belegondolok abba, hogy nagyon jó ez a jelenlegi sorozat, mert az estiben és az esti likőr abszolút, de nem volt egy igazán hatásos videósorozat. De még hogyha ez nem is annyira nagy szám, én akkor is szeretem, mert mégis én csinálom. És ezzel magamat is szórakoztatom, és titeket is szórakoztatlak. Belegondolok abba, hogy mások mennyi hülyeségre használják az internetet, mint a trash videósok, meg minden. És nekem speciál nagyon-nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy fejlesszem magamat. Tudjátok? Segít nekem. Nagyon-nagyon-nagyon sokat segít. Most úgy volt, hogy a héten megyek pszichiáterhez, de a doktornőnek dolga volt, és valahol örültem is, hogy nem kell menni, mert most őszintén szólva most kényes kérdéseket tettem volna fel. Olyan kérdéseket, amire nem biztos, hogy épp kézláb válaszokat kaphattam volna. Az az igazság, tudjátok, hogy jó, hogy vannak pszichológusaim, meg pszichiátereim, csak ők egy bizonyos határig tudnak segíteni rajtam, de a többit nekem kell megoldanom. És igen, persze jól odafigyelek arra, hogy mit osztok meg, és hol osztok meg. Ugye nem tagadom, hogy pornózni is szoktam, de ezt a megfelelő meleg portálon csinálom, nem a nyílt vizen szó szerint. És nekem nincs miért szégyellnem magamat. És volt időszak, amikor egy kicsit szégyeltem is magam emiatt, de megkérdeztem magamtól miért. Miért szégyeljem magamat?
Én nem szégyeltem magamat ok nélkül éveken keresztül azért, ami vagyok. Én állandóan szégyeltem magamat olyan dolgok miatt, amiről nem tehettem. És miért? És éppen most, amikor ezt az odolátos sorozatomat írtam, és hogy kétféle verziót kellett kinyomtassak, meg megosztanom az oldalamon, kicsit az plusz munkát adott nekem, pedig megoszthattam volna az egészet, és engem, és nem azért, mert egy politikus mit mond és mit nem mond. Vannak intim dolgok, amiket nem szívesen osztok meg az interneten, az oldalamon, a blogomban, és nem szívesen osztom meg akárkivel. Más egy rólam készült pornográf felvétel, de azt is egy olyan oldalon osztom meg, ahol annak ott a helye. De nem is nevezhetném igazán pornónak. És tudjátok, mi az érdekes? Az az érdekesség, hogy ezzel is a saját akadályaimat döntögetem le. A saját gátlásaimat. Mert én nem vagyok hajlandó azt elfogadni, jaj, hogy a Bencén nem lehet segíteni. Jaj, kár érte. Jaj, de sajnállak téged. Sajnálunk, szállnak téged. Utálom ezt a szöveget. Értitek? Utálom ezt. Engem nem szabad szánni, sajnálni se szabad. Engem meg kell érteni és szeretni. Aki akar engem szeretni, természetesen. És azt meg kell mondanom nektek őszintén, hogy én nem mondok le magamról. Elég sok ember saját magáról lemond. Én nem. Nekem nincs miért szégyellnem magamat. És azt, amit csinálok, azt jól csinálom. És ezzel tudom azt, hogy könnyebbé teszem a jövőmet olyan szempontból, hogy igen, hogy egy jó, nem vagyok prostituált, vagy ilyesmi, csak élek egy online meleg életet, olyan témákkal kapcsolatban, amit nem kapok meg máshol. És így, akárhogy is veszük, kielégítem részben azt, amire vágyom. Én a sajátos módszereimet használom. Ezért én egy forintot nem kapok, élvezettel csinálom, és nem csak magamon segítek, de másoknak is jót teszek vele. Tehát mindenki jól jár, ahogyan szokták ezt mondani. És én nagyon jól tudom azt, hogy a pornó milyen drága dolog. Tehát azért azt meg kell mondani. De a lényeg az, tudjátok, hogy én, ha úgy vesszük, ez egy nagyon-nagyon fura dolog. Mert hogyha az ember elkezd egy online pornózást csinálni, akkor egy vissza már nincs út belőle. De én mondom magamban, én tudom, hogy mit vállaltam, és hogy valaki vissza is akarna vele élni, mit fog látni. Egyszerűen kiélem a vágyaimat, is kész. Egy 18-as figyelmeztetés, hogy van az oldal elején, aki akar rá kattint, aki akar nem kattint rá, ennyi. A felelősség innentől kezdve nem az enyém. És élem a másik életemet is. És kár, hogy ez a világ, főleg Magyarország nem egy elfogadó ország, és azért nekem különösebben vigyáznom kell, de nem vagyok hajlandó, rosszindulatú, gyűlölködő egyének miatt idegesíteni magamat, mert nem tesz jót az egészségemnek, kettő pedig szarok rá, hogy ki mit gondol rólam. Nem érdekel. Igaz, hogy érzékeny ember vagyok, de ezt a magam módján próbálom kezelni. Az, hogy valaki beszél arról, hogy érzékeny, még nem azt jelenti, hogy gyenge jellem lenne. Ha gyenge jellem lennék, akkor bezárkóznék, és ki sem mennék a lakásból, és úgy járnék, mint a Kati ismerősöm, aki inkább a magányos életet választja, mint hogy változtatna az életén. Hát azt gondolom, hogy minden embernek egy, úgy is mondjam nektek, vannak emberek, akik örök magányra ítélik magukat, csak azért, mert így könnyebb az életük. És én nem ilyen ember vagyok, tudjátok? Miért? Mert én győztesnek születtem. Még hogyha a földre kerülök, én felállok. Tehát innentől kezdve ennyi. Én nem úgy viselkedek, mint a Kafka, Mercia, Violetta, vagy a Jutka, vagy az összes többi
trash videós, azok aztán tényleg gázosan viselkednek. Úgy viselkedek, és úgy élek, ahogy nekem jó. Ennyi. Nem pedig megfelelni. És ez az igazság. Nem kell mindig félni, nem kell félni a mumustól. Ugyan a Halloween-ban is mondták. Vannak bizonyos korlátaim, amiket szépen apránként én ledöntögetek. Feszengés sokszor van bennem, de én nem húzódom be a csigaházikomba, mert ezt nem engedem meg. Nem engedem meg, hogy arról győzzöm. Tudjátok? Ennyi. Ezt akartam nektek elmondani. Most képzeljétek el, most van ez a lagzilajcsis sztori. Nem tudom, már meséltem is nektek, de minden alkalommal a Facebookon szinte minden nap van egy hír róla, hogy miért nem megy még börtönbe, meg ilyesmi. Én nem tudom eldönteni, hogy ő most bűnös-e vagy ártatlan, de ha tényleg bűnös, akkor be kéne menni a börtönbe, ha bűnös. És nem tudom, hogy mire gondoljak, amikor az egészségi állapotáról beszél. Milyen érdekes, hogy pont akkor lesz valaki beteg, amikor börtönbe kell vonulni. Ezt tudjátok, hogy nincsenek véletlenek, minden meg van írva. És az igazság, hogy a média tisztában van azzal, hogy milyen a magyar nemzet, a magyar nép. Olvashatják ezeket a bődületes hozzászólásokat, és szerintem ezért írnak egyre többet és többet a Lagzi Lajcsiról, hogy hergeljék a magyar népet. Nem lennék ezen meglepődve, és igazából csodálkoznak az emberek, hogy ki kellnek magukból. Persze, hogyha egy átlagos ember kerülne olyan helyzetbe, mint a Lagzi Lajcsi, akkor egyértelműen már börtönben lenne az illető. Egy átlagos ember, de én nem is értem egyébként ezt az egészet. Mondjuk én most nem akarok véleményt alkotni, mert én csak annyit hallottam az énekesről, hogy megvádolták áram és vízlopással, és ezért jogerősen elítélték. És nem vonult be februárban a börtönben, amikor már be kellett vonulnia. Na mindegy. Ezt most én nekem egyet elmondok nektek őszintén, ha én bűnös lennék, én bevonulnék. Mert azt gondolom, hogy és ismert emberként magamból nem csinálnék bohócot, tehát értitek? Tehát, de nem tudjuk, hogy mi az igazság. Én annyit tudok, amennyit én olvastam az interneten, hogy valójában mi az igazság, nem tudom. De én azt gondolom, hogy ez a cirkusz a Lagzi Lajcsi körül már kicsit sok. És ezt igazából az emberek generálják, mert a média erre van rácuppanva. Persze, mivel sokan olvassák a kattintásvadász hírt, az emberek elkezdik előzönleni a mocskos hozzászólásaik az adott cikknek a témáját. Persze, hogy jól keres egy adott internetes portál, vagy adott internetes újság. Mindegy, ebben most nem menjünk bele. Véleményem szerint, ugye én tisztán emlékszem arra, amikor még régen a TV2-n ment a Dáridó című műsor, én nagyon-nagyon szerettem azt a műsort, mert ugye péntek esténként ment a TV2-n, és ugye ez egy jó kis műsor volt, a Zambó Jim is fellépett benne, tehát egy szuper kis produkciót adott le a Lajcsi, és kár, hogy a mai média ennyire elkorcsosult. Én most nem akarom a Lagzi Lajcsit védeni, meg senkit nem akarok védeni, csak így önmagában, csak egyre jobban tudom, azt látom, hogy a média, akár ártatlan egy ember, akár bűnös egy ember, a média romlott lett. Totálisan romlott. Tehát mindnap éppen édesanyám a nappaliban tévét nézett, és elképesztő stílusban beszéltek egymással a műsorvezetők, meg elképesztő stílusban beszéltek egymással mások. Egyszerűen hány inger keltő, hogy kiket engednek be ma a magyar tévébe. Tehát felháborító. Szörnyű. Esküszöm, inkább így nézegettem, inkább így internetről letöltött filmeket, hallgattam a CD-imet. Esküszöm, így ebben sokkal jobban érzem magam.
mint hogy most a tévét nézzem, és anyunak is hányszor mondom azt, hogy letöltök neked, amit csak szeretnél, de tévét akar nézni. Ugye közben, hogy a konyhában van a tévé, közben, amikor süt, főz, akkor be van kapcsolva a háttérzajnak. Tehát ő így nézi a tévét, meg persze, amikor nagyon fáradt, akkor bemegy, és akkor ott nézi. De én mondom anyunak, hogy szerintem már nyugodtan nézi olyan dolgokat, ami normális dolog. Tehát azt sem tartom normálisnak, hogy a tévét néz, hogy nézegeti a sok politikust, meg borzasztó látvány ezeket még nézni is, könyvök, és akaratom ellenére ott hallom, hogy miről pofáznak, döbbenetes. Ezzel viszont igazából Magyarország a politika országa lett. Rettenetes volt. Katasztrófa. Akkor mondjuk, hogy rajta múlna, a tévét már egy kikapcsoltatnám, és nem menne tévé. Tehát tényleg. Mert igazából már szinte minden fenn van az interneten. Mostanában, elmondom nektek így, amíg a műsor végére, van egy emberke, akivel elkezdtem levelezni. Néha szoktunk leveleket váltani egymással is. Szokta olvasni a bejegyzéseimet, szokta nézni a videóimat. Egy idősebb ember, aki szintén nagy CD-rajongó, épp olyan, mint én vagyok, csak neki sokkal több CD-je van, mint nekem. Hát neki már 4 jegyű vagy 5 jegyű számú CD-je van, de nagyon-nagyon jó pofa megosztásokat csinál, és érdekes módon úgy örülök annak, hogy úgy beszélgettünk néha-néha, csak hát ő is olyan visszahúzódó ember, tudjátok? És nem is értem ezt, miért kell csinálni. Ha a lélek fáj, akkor nem szabad visszahúzódni, mert amikor visszahúzódik valaki, az sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb egyébként. Sokkal rosszabb, hogyha valaki visszahúzódó életet él, és ez az idős ember úgy magányos. Persze arról nem beszélhettek, hogy ő mit osztott meg velem információkat, mert nem engedte meg. Annyit igen, hogy CD-ket hallgat ő is, mint én is, neki is van Ramazottia, meg minden, és szöket ütött a fejemben, szöket ütök a fejemben, csak viccelek. Szöket adott a fejembe az a gondolat, hogy én is majd ilyen idős leszek, és én is majd ilyen visszahúzódó leszek időskoromra. Nem tudom. De megijedtem. Tudjátok miért? Tehát a korkülönbségről beszélgettünk. És ő is egyébként meleg, mint én vagyok. És ugye beszélt arról, hogy az ő korában már nincs olyan lehetősége, mint például nekem. Én azt gondolom, hogy ez egy két oldalú dolog. Én, ne valami őszintén, én félek az idős meleg emberektől, mert mikor elkezdtem először meleg szaunákba járkálni még 10 évvel ezelőtt, akkor nagyon féltem. Sok idős ember velem ki akart kezdeni. Hát nem volt éppen kellemes, és kialakult irántuk egyfajta félelem, amit nehezen tudok most így szavakba önteni, na mindegy. Nem akarok most belemenni, mert ott már 18-as kategória lenne. A lényeg az egyébként, hogy érdekes dolog az, hogy vannak fiatalok, akik végig kefélik az életüket, meg minden, és úgy én ugye most idén szeptemberben leszek majd 30 vagy 37 éves, és úgy elfogott engem már nagyon régóta a kapuzárási pánik. Azért, mert olyan rohamosan telnek az évek körülöttem, hogy megijeszt. Meg vagyok emiatt rémülve. Tudjátok miért? Elve nem is nézek ki 37-nek. Aztán, amikor betöltöttem a 30-at, már akkor megijedtem. De most, hogy minél inkább eltelnek az évek, hát rettenetesen rossz. Rettenetesen kellemetlen, mert ez olyan dolog, amit nehezen lehet az ember, nehezen fog fel.
Sok mindent megéltem a 37 évem alatt, sok tapasztalatot gyűjtöttem, sok mindenben van rutinom, de nem vagyok 100%-osan érett, és talán soha nem is leszek érett. És mindig meg kell keresnem azokat a pontokat, amiket szeretnék. Megtalálni a céljaimat. Most például jelentkeztem egy 5 alkalomból álló kézműves csoportba, ami hetente egyszer lesz 5 héten keresztül, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, ingyenes lesz, remélem mehetek, és ott talán meg tudom találni azt, amire vágyom, mert nagyon-nagyon gondolkoztam azon, hogy abból tudnék talán megélni, hogy leginkább a kézműves irány felé fogok menni, mert ilyen nagyon szeretek fotózni, de a fotózásból nem valószínű, hogy meg fogok tudni élni, tudjátok? Ezt itt elhatároztam, hogy lehet, hogy meg kéne próbálkozzak az iparművészettel. Én nekem meg lenne rá a tehetségem, mert én imádok alkotni. És jó, nem vagyok egy jó rajzos. Egy embernek a megrajzolása nekem eléggé, hogy is mondjam, egy embernek a megrajzolása nekem eléggé nehézkes, de azt gondolom, hogy másban fel tudom mérni, mi az, amiben jó lehetek. Én például emlékszem, amikor még az Aura Egyesületben jártam, hiszem, ugye akkor ment tönkre ezzel vettem fel, ezek az utolsó felvételek voltak, ezzel vettem fel, amikor a kerámia tányért festettem. És gondoltam arra, hogy miért ne lehetne ezt kamatoztatni, ezt a kis tehetségemet. És mondtam magamba, miért ne, megpróbálhatom. Szerintem ezzel nem fogok sokat veszíteni. Ha nem próbálom meg, akkor nem fogok nyerni. Most fel fogom mérni magamat, hogy mennyire vagyok tehetséges, és mennyire vagyok képes még többet kihozni magamból, vagyis kisajtolni magamból. Nekem ez fontos, hogy ezt megpróbáljam. Tavaly a színházi világban próbáltam ki magam, idén is szeretnék valami újat kipróbálni. És már az első negyed év már el is telt, tehát szeretnék még új dolgokat megismerni. Na, hát én viszont lassan búcsúzom, mert szeretnék még epret szeretnék enni. Aztán még itt összerámolok, mert nagyon-nagyon nagy a rendetlenség. Még néhány tollam is itt szerte széjjel ever. És aztán pedig találkozunk a következő adásban. Átadják a 3-as metrónak a felújított Arany János utca és Nyugati pályaudvar megállóit. A metrón egyik nap találtam egy ilyen papírt, ezt elteszem a kincsek közé, és ezt már be is van szkennelve, majd adott cikkben majd megtalálhatjátok. És majd akkor megpróbálok olyan, vagy meg fogok próbálni jópofa videókat és képeket csinálni, ahogyan szoktam. De természetesen abban arra majd egy picit kell majd várni, mert lehet, hogy a másnap is el kell mennem forgatni. Ez 2 vagy 3 napos munka, tehát még ugye a galériámba is fel kell töltsek fotókat, azért lesz mit csinálni. Jól van? Hát köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk majd a következő adásban. Sziasztok!